Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A nyugdíjasok életet az Éveknek Területi Egyesülete a szövetségük 30. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen kitüntetést adományozott Ríz Levente polgármesternek. Az idősekért végzett munkája elismeréseként a díjat mai vendégen vette át a városvezető nevében. Üdvözlöm a stúdióban Fószti Vadar alpolgármestert. Köszöntöm Önt és a kedves nézőket. És akkor elsőként arra kérem, hogy kicsit mutassa be az életet az Éveknek működését, mit lehet róluk egyáltalán tudni. Az életet az Éveknek egy idős szövetség, egyesület, amelyik most már 30 éves, tehát hogyha, ha azt nézzük, akkor egy nagyon szép középkorba lépett, és tulajdonképpen a kerületekben működő, városokban működő idős szervezeteket fogják össze. Egy olyan központi szervezet, amelyik azokat a támogatásokat, felajánlásokat, amik partnerektől érkeznek, ezeket próbálja meg a különböző kerületekben, mondom, településeken működő idős klubok felé továbbítani, és az ő szervezetüket is valamilyen módon szakmailag irányítani. 30 éves évforduló, nagyon sok munka, amit hallottunk is ott ezen a kis rendezvényen, hogy mennyi minden van már ugye, az életet az Évek mögött, milyen tervekkel rendelkeznek. Nagyon sokféle elképzelés, nagyon sokféle történés zajlott az elmúlt években, és lesz majd a jövőben. Leginkább ugye nagyon aktív időskort szeretnének, ami egy nagyon támogatható dolog. Tehát ők szeretnék, hogyha az idősek egy olyan időskort tudnának megérni, egy olyan nyugdíjas kort, amikor nem szakadnak el attól a mindennapi aktivitástól, amit sei voltak az aktív korban, hanem megmaradnának ugyanúgy aktív időseknek, társaságba járnának, hogyha sportolnának, nem hagynák abba a testmozgást, az egészséges táplálkozással tudnának foglalkozni. Tehát ez az, amit én úgy láttam, hogy nagyon erősen a szervezet a célul tűzött ki. Ha már említette a partneri kapcsolatot, akkor ez hogyan függ össze a kerület és az egyesület között? Tulajdonképpen ezekben a célkitűzésekben tudunk mi is segíteni. Az életet az Éveknek több évvel ezelőtt keresett meg minket először, hogy biztosítsunk helyszínt például úszóversenyeknek, vagy éppen 10 próba versenyeknek. Az önkormányzat a Rákosmentek Kft. Által üzemeltetett sportlétesítményekben, az úszodánkban, illetve a Bakancsos úti sporttelepen adott térítésmentesen lehetőséget arra, hogy ezek a szenior bajnokságok ezek megrendezésre kerülhessenek. Hát innen van a jó kapcsolatunk, illetve hát természetesen, ahogy említettem, a kerületben működő idős klubok mind valamilyen formában tagjai az életet az Éveknek szervezetnek. Ha ezeket nézzük, akkor ugye a kerület is élen jár az idősek támogatásában, ennek számos formája lehet. Vegyünk néhányat így latba, és mondjuk például kezdjük az idősügyi tanáccsal. Az idősügyi tanács egy évben két alkalommal ülésezik. Ez egy rendkívül jó fórum arra, hogy az idősek, a kerületben lakó idősek elmondhassák véleményüket, javaslataikat a városvezetés irányába. Nagyon sok javaslatot és észrevételt kapunk. Leginkább ugye mi az, ami az időseket érdekli. Az egészségügyi ellátás, szociális ellátórendszer működése a kerületben, az új segélyezési vagy például valamilyen formában lehetőségek, akár itt visszacsatolnék a rezsi csökkentés és a rezsi támogatással kapcsolatos kérdések. Nagyon sok idős keresett meg annak idején minket, amikor ugye a gáz és az áram szolgáltatással kapcsolatban volt ugye a rezsi csökkentés és a kompenzáció, a téli rezsi csökkentés. Viszont mondjuk fával fűtöttek, vagy szénnel, vagy olajjal fűtöttek. Az ő kéréseiket is továbbítottuk ugye a kormányzat felé, ahonnan aztán megérkezett ezen energiahordozókat használók tekintetében is a kompenzáció lehetősége. Nagyon sokszor emlegetik a közlekedési problémákat, a buszjáratok sűrűségét, vagy éppen a buszjáratok útvonalával kapcsolatos észrevételeiket. Nagyon fontosnak tartják a biztonságos közlekedést, a járdák állapotára hívják fel a figyelmünket. Az ő javaslatukra is kerülnek be olyan járdaszakaszok a felújításba, amiken leginkább ők közlekednek, akár orvosi rendelőbe, akár idős klubba, akár egyéb közértbe és egyéb más helyekre. Tehát ez a több 10 kilométernyi járda, ami idén is megújul a kerületben, javarészben az idősügyi tanácsba benyújtott idős javaslatok alapján került meghatározásra. De természetesen elmondták nekünk azt a véleményüket is, hogy szeretnék, hogyha tényleg az időskor az aktív lehetne. Emiatt kerestek meg minket azzal az ötlettel, hogy szervezünk számukra informatikai képzést, vagy nyelvi klubot.
Nagyon sokan beszéltek ugye korábban hivatalból a saját munkájukon idegen nyelvet, németet, angolt. Nem szerették volna, hogyha ez a nyelv teljesen elsorvad, attól mert nem használják. És ők most összejöttek klubokban, különböző szinteken. Ez részben egyébként az indításnál kiderült, hogy azért van egy kis nyelvi, nyelvtanulási jellege is ezeknek a kluboknak. Tehát van német nyelvi alapszintű klubunk, van német nyelvű haladó klubunk, angolból pedig lesz szintén kezdő és haladó szinten vártuk eddig a kedves időseket, viszont már igényként merült föl a tavalyi év végén, hogy jó lenne egy még magasabb szintet angolból, ahol már a megszerzett tudást tudják még jobban elmélyíteni az idősek. Tehát németből két szinten, angolból már három szinten látogathatnak klubot a kedves kerületi idősek. És ez az igény, ez töretlen, hiszen most fog nagyjából bezárulni a 2018-19-es mondjuk úgy tanítási év, és ebben az évben is nagyjából az informatikai klubokban 208 fő vett részt, a nyelvi klubokat pedig le rendszeresen 50-60 fő látogatja. Ezek része ugye a Nyugdíjas Szabad Egyetemnek, és ezt egészíteném ki ugye különböző előadásokkal is, ahol izgalmas témákat hallgathattak meg az idősek. Így van, a Nyugdíjas Szabad Egyetem is tulajdonképpen februártól most egészen májusig tartott, 4 előadást hallgathattak meg az idősek, különböző témák, de itt a téma javaslatot is leginkább ők adják, az idős klubunk részvevői tagjai adják a javaslatot a Vigyázó Sándor Művelődési Ház kollégáinak, hogy milyen előadókat hívjanak meg. Volt már a mobiltelefon használatról egy kiváló előadás, miben segíti az okostelefon, a mobileszközök, miben segítik az időseket, vagy éppen akár az étkezési szokásokkal kapcsolatosan, vagy a velünk élő történelemben az időseket nagyon érdeklő téma például az, hogy a különböző fényképes dokumentumok azok milyen történelemformáló erővel bírnak, illetve milyen eseményekről tanúskodnak ezek a nagyon régi fényképek. Szívesen vettek részt ezeken az előadásokon is, ilyeneket tervezünk természetesen a második fél évben is. Ugye többször említette az aktív időskort a kerületnek, és ez az alapvető célja? Természetesen. Itt nagyon jó példákkal tudok szintén szolgálni, hiszen nemrég vették át a kerületi asztali teniszezők Óbudán az első díjat. Óbuda rendezésében került megrendezésre az időseknek a pingpong tornája, asztali tenisz kupája. Nagyon erős csapatot állított ki Óbuda. Nem volt véletlen a helyszínválasztás, ők nagyon szerették volna otthon tartani ezt a trófeát, viszont a kerületi idősek, a férfiak beálltak ebbe a küzdelembe, és a döntőben 5-0-ra verték összes ellenfelüket, Óbudával csaptak össze, úgyhogy elhódítottuk a trófeát, ez is itt van most már nálunk Rákos mentén. Amit ők mondtak, és nagyon szeretnék, hogyha csatlakoznának a hölgyek is ehhez a nagyszerű sikerhez, hiszen ezen a tornán nem csak a férfiak mérhették össze az erejüket, hanem a hölgyek is, viszont a kerületben még kevés az az aktív hölgy, aki asztali teniszezne, úgyhogy őket is várják nagy szeretettel. Csekovszki Árpád Művelődési Házban van egy asztali tenisz lehetőség, illetve az Rínyi Iskolában szoktak összegyűlni és edzéseket tartani. Úgyhogy nyitott a lehetőség a kerületben, imádják a kerületi idősek a Nordic Walkingot például, nagyon-nagyon szeretnek sétálni, többen még kerékpárra is ülnek, úgyhogy mindig ösztönöznek minket arra, hogy a kerékpárút hálózat fejlesztése, a sétautak, azok a lehetőségek, amikor kimennek és tudnak szabadban mozogni, ez meglegyen. Nagy örömmel fogadták a kültéri fitness eszközöket, azokat, amik kifejezetten idősek számára jöttek létre. Tehát én azt hiszem, hogy a kerületi idősek azok megtalálják azokat a mozgásformákat, amik a nekik legalkalmasabbak. A nyugdíjasok elismerése és megbecsülése is legalább ennyire fontos, erre kiváló példa az idős köszöntés. Így van, ez nem csak egy kormányzati feladat az önkormányzatnak, de nagyon szívesen teszünk eleget, és nagyon-nagyon jó találkozni azokkal az életerős, és nagyon-nagyon jó kommunikáló, nagyon nagy tapasztalattal, hatalmas történelmi tudással rendelkező emberekkel. Ugye 90-95 éveseket, 100 éveseket köszönt az önkormányzat. Nekem is idén többször volt szerencsém 95 éves kerületi honfitársunkat köszönteni, és elmondhatom, hogy nagyon-nagyon sokan 15-20 évet letagadhatnának. Olyan szellemi frissességgel és fizikai aktivitással rendelkeznek, hogy az tényleg 20 évvel fiatalabbi kortársaikat megszégyenítő.
és nagyon közlékenyek, nagyon-nagyon kedvesek, nagyon jó szívvel veszik a köszöntést, nagyon örülnek, hogy megtaláljuk őket, és én azt hiszem, hogy sokan láthatták őket a televízióban és a Rákosmenta TV-ben, hiszen olyan jó riportokat tudnak adni, annyira jól tudnak mesélni az elmúlt évekről, évtizedekről, ami nagyon-nagyon színes és nagyon-nagyon jó. És az üzenet értéke, amiket én is ott ezeken a találkozásokon kaptam, hogy nagyon fontos a szeretet, nagyon fontos a család, és nagyon fontos a hit. Ennél pedig több nem kell. Ha tehát a jelen nézzük, akkor rengeteg program áll az idősek részére, vagy lehetőségére, és hogyha a jövőt nézzük, arra is van nagyon sok terv? Természetesen folytatjuk tovább az idősügyi tanács munkáját is. Ahogy említettem, egy évben kétszer hallgatjuk meg az idősek javaslatait a tanácson keresztül, de természetesen folyamatosan járjuk az idősklubokat is, idősklubok rendezvényein veszünk részt. Itt ki kell emelnem, hogy kerületi, területrészi képviselők nagyon sok képviselői forrást áldoznak az idősklubok támogatására, a programok támogatására. Nagyon szívesen mennek az időseink különböző más városokban tartott rendezvényekre, előadásokra, nagyon szívesen látogatják a fürdőket, a különböző gyógyhelyeket, természetesen nagyon szívesen mennek kirándulni, meg kell említenem, hogy nagyon sok idős vesz részt a merzsetúrákon, ugye már túl vagyunk a nappali merzsetúrán, és rövidesen lesz az éjszakai merzsetúra, ezen is nagyon sok kerületi idős vesz részt. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy töretlen, és azokat a jó programokat, amiket ők megálmodtak maguknak, és az önkormányzat meg tudott valósítani, ezeket már hagyománnyá tudjuk tenni, és hagyományossá váltak, tehát ezek évről évre újra és újra megrendezésre kerülnek. Gratulálok még egyszer az elismeréshez, további sikeres munkát kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon köszönöm én is. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, meg tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!